Ezt a képet életemben először tíz évvel ezelőtt láttam, egészen pontosan 2000-ben, amikor a családunk a Tunéziában nyaraltunk. Sokak számára ismerős lehet ez a kép, ugyanis ez nem más, mint a Csillagok háborúja című filmnek az egyik forgatási helyszíne, egészen pontosan ez a Tatooine bolygó. Ez a nyár mégsem amiatt maradt emlékezetes számomra, mert a tatooine nyaraltunk, hanem azért, mert megismerkedtem egy új kultúrával. Egy olyan kultúrával, amivel korábban még nem találkoztam. Ez volt ugyanis az első alkalom, amikor egy olyan országban jártam, aminek a kultúrája nagyon sokat merít az arab hagyományokból. Hogy felfedezzük a helyi értékeket és az országot, egy több napos buszos kiránduláson vettünk részt, amikor körbejártuk Tunéziát. Nagyon érdekes volt azt látni, hogy óriási társadalmi és anyagi különbségek alakultak ki az országban. Egy dolog viszont megmaradt mindenhol. Méghozzá az, hogy az emberek minden egyes nap arra törekednek, hogy legalább napi egy jó cselekedetet megtegyenek. Napi egy dolgot úgy, hogy ezt senki nem várja el tőlük. És ez a lehetőség, hogy naponta egy jó dolgot megtegyünk, ez egyébként mindannyiunkban megvan. Megvan bennem, és megvan bennetek is. És nagyon sok esetben. Hogyha szembe találunk magunkat egy problémával, akkor ezt napi egy jó cselekedettel meg lehet oldani. Vannak azonban esetek, amikor olyan problémával találjuk magunkat szembe, amikor a napi egy jó tett az nem elegendő. Ez történt édesanyámmal is néhány évvel ezelőtt. Nem sokkal azt követően, hogy hazatértünk Tunéziából, kiderült, hogy az egyik páciense, az egyik páciensének a gyereke, örökletes betegséggel fog születni. Anyukám szülésznőgyászként dolgozik, és pontosan tudja, hogy a napi egy jó cselekedet az rendkívül fontos ahhoz, hogy, hogy a kismamák jól érezzék magukat. Akár egy bíztató szó is rengeteget tud jelenteni számokra. És ilyenkor, ekkor, ebben az esetben szembe magát egy olyan szituációval, amikor tudta, hogy a napi egy jó cselekedet nem fog segíteni. Már a születés előtt lehetett tudni, hogy Martin egy olyan betegséggel fog születni, hogy deréktől lefelé meg fog bénulni. És ez volt az a pillanat, amikor anyukám tudta, hogy a napi egy jó szó, az nem fog a családon segíteni, ezért létrehozott egy alapítványt, ez lett a könnyek helyett mosoly alapítvány, ami a mai napig gyermekeknek és felnőtteknek a mozgásterápiás gondozásában segít. Anyukám esete azonban nem egyedi. Nagyon sokszor találjuk magunkat szembe olyan szituációkkal, amikor a probléma egyszerűen csak túl nagy vagy túlságosan komplex, ezért nem tudunk velük megbirkózni. Ilyenkor általában két dolog szokott történni. Az egyik az az, hogy vagy lecsökkentjük a probléma méretét, a másik pedig az, hogyha megtartjuk a problémát, és sokkal több embert rakunk rá, hogy megoldják azt az ügyet. Azon kezdte meg gondolkodni, hogy mi történik akkor, hogyha újra gondoljuk ezt az egészet. Mi történik akkor, hogyha nagyon sok ember próbál megoldani egy kis problémát? Kiválasztottam saját magam, és néhány hónappal ezelőtt azon kezdtem el dolgozni, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy egy dolgot megoldjak, egy apró dolgot a saját életemben, amivel másoknak is jót teszek. És akkor jöttem rá, hogy nem kell más tennem, mint hogy ez az egy probléma, az legyen az, hogy visszacsempészem a saját életembe azt, hogy naponta egy jó dolgot megteszek. Ehhez három nagyon egyszerű lépésen keresztül vezetett az út. Az első az az, hogy azonosítani kellett magát a hibát. Mert azt éreztem, hogy bár a lehetőség mindannyiunkban ott van, hogy segítsünk, valami miatt mégse tesszük meg. Azt éreztem, hogy hiba van a rendszerben, viszont a fő kérdés az az volt, hogy a hiba a rendszerben van, vagy a hiba egyébként bennünk van. És arra jöttem rá, hogy a hiba egyébként bennem van. Miután felismertem ezt, ez egyébként egy nagyon komoly felismerés, és miután ezt felismertem, nagyon egyszerű volt a feladat, létre kellett hozni egy megoldást, ami megoldja ezt a problémát. Egy olyan megoldást kellett találnom, és egy olyan eszközt, ami minden nap ott van velem, és minden nap emlékeztet arra, hogy azt a napi egy jó dolgot, azt a napi egy apróságot, azt tegyem meg. Ez az eszköz nem lett más, mint a telefonom. A telefonom ott van minden nap velem. És minden nap segít abban, hogy megtegyem ezt az egy jó dolgot. Egyik nap elhatároztam, hogy aznap meg fogok tenni valamit, amit senki nem kért tőlem, és senki nem vár el tőlem. Amikor megtettem, akkor arról csináltam egy fényképet. És innentől kezdve a nap mindennapjaim részévé vált, hogy ezt napi szinten alkalmazom, minden nap megteszek valamit, és arról csinálok egy fényképet. Ezzel a három nagyon egyszerű lépéssel sikerült eljutnom oda, hogy a sötét oldalról, át tudtam állni a jó oldalra. De hogy is néz ki ez a gyakorlatban? Néhány nappal ezelőtt munkába menet a Deák téren a következő kép fogadott. A képen van egy hiba. Méghozzá az, az, hogy a szemét a kuka tetején található. A feladat nagyon egyszerű, meg kell fogni a szemetet, és bele kell rakni a kukába. Abban az esetben, hogyha ezt megtesszük, a szomorú Gabiból egyetlen egy jó cselekedettel egy vidám Gabit lehet csinálni. Nagyon sok esetben, amikor rohanunk, akkor nem csak a szemetet rakjuk a kuka mellé, vagy dobjuk a kuka mellé, hanem elfelejtjük az ajtót is bezárni. Ez a kép fogadott a lépcsőházunkban néhány nappal ezelőtt. A feladat itt is egyszerű volt, hogyan lehet a szomorú Gabiból egy vidám Gabit csinálni, az ajtót be kell zárni. Amikor rohanunk, akkor nem csak a szemetet és az ajtót felejtjük el rendbetenni, hanem nagyon sokszor... A közlekedési szokásainkat is befolyásolja az, hogy rohanunk. Szerintem nagyon sokan láttatok már ilyen képet, amikor szeretnétek haladni, viszont nem tudtok. Itt is egyetlen egy dolgot kell tenni, egy apróságot, egyetlen egy lépést kell jobbra tenni, és aki szeretne haladni, az el tud menni a bal oldalon. Néhány héttel ezelőtt vonattal vidékre utaztam, és nem rohantam. Ezért kimentem az állomásra időben, és amikor megérkeztem a pénztárhoz, akkor tömött sorok álltak a pénztáraknál. És láttam, hogy a pénztár mellett ott van egy jegykiadó automata, és úgy döntöttem, hogy ott veszem meg a jegyem. Oda mentem az automatához, beütöttem a célállomást, Török Szent Miklóst, és a gép kiírta, hogy 2375 forint lesz a jegy. Egy 5000-es volt nálam, bedugtam a gépbe, a gép kiadta a jegyet, és kiadta a visszajárót így. A kezemben 15 darab érme volt, 13 darab 200 forintos, egy 20 forintos és egy 5 forintos. És az első gondolatom az volt, hogy nagyon feszülté váltam. És azon kezdtem el gondolkodni, hogy ez igazából most 15 probléma, ami nyomni fogja a zsebemet. És utána arra gondoltam, hogy mi történik akkor, hogy ez a 15 érme igazából nem 15 probléma, hanem ez 15 lehetőség arra, hogy valami jót tegyek ezekkel. Ekkor jött a felismerés, hogy lehet, hogy sokan vannak, akik ugyanígy gondolkodnak. Amikor a zsebünkben ott lapul az a néhány érme, akkor ne a problémát lássuk benne, és ne azt érezzük, hogy csak húzza a zsebünket, hanem lássuk meg benne a lehetőséget. És hogyha sokan gondolkodunk így, akkor el lehet oda jutni, hogy igazából nem is azt kell elérni, hogy sokan egy pici dolgot oldjunk meg, hanem meg lehet azt oldani, hogy sokan sok apró ügyet meg tudjunk oldani az én százasom, vagy az én kétszázasom képes előrevinni egy ügyet, és képes segíteni egy probléma megoldását. És hogyha nagyon sokan így gondolkodunk, akkor nagyon sokunknak a 100 vagy 200 forintja, vagy akár egyetlen érméje képes lehet ugyanazt az egy apró ügyet előrevinni. És így született meg a Daily One, ami egy közösségi adománygyűjtő rendszer alapítványoknak. A rendszer úgy működik, hogy az alapítványok és a non-profit szervezetek listázzák azokat az ügyeket, amik napi, amik, amiken napi szinten dolgoznak, és azok, akik segíteni szeretnének, ők választani tudnak azok közül az ügyek közül, és naponta előre tudják vinni ezeknek az alapítványoknak és non-profit szervezeteknek a dolgát. Ha vége van a mai napnak, és kisétáltok majd az ajtón, akkor tegyétek meg azt, hogy végig gondoljátok, hogy kinek tudtok segíteni egyetlen egy aprósággal, anélkül, hogy ez bárki kérné tőletek, és a feladat nagyon egyszerű, ezt tegyétek is meg. Tegyétek meg azt, hogy kitaláltok valamit, amit ma meg tudtok tenni, és ténylegesen tegyétek is meg azt az egy apróságot valaki másért. És ha úgy érzitek, hogy ennél többet is tudtok, vagy többet szeretnétek tenni, akkor látogassatok el a napi 100.com-ra, és választhatok egy olyan ügyet, amit előrébb szeretnétek vinni. Köszönöm.